Szép napot mindenkinek! Csókolok, minden szép, aztán tőlek minden jó ember. Tegnap mutattam, hogy bombászni voltam, hát egy szerencsétlen kis vargányát találtam. Gyerekek, mai napom az nagyon gazdag volt. Nézzétek meg egy kis helyes vargányákat, ugye ahogy hazahoztam, majd ezután lesznek ezek megpucolva. Egy két tanácsot hadd adjak. A Laci betyár konyhájában nem csak főzés van, hanem előkészületek is a következő ételekre, ami nem tudom mikor lesz majd a következő étel, de készültem, találtam egy pár vargányát, ami mennyisége már elég lehet egy leveset, úgyhogy ezt én most meg fogom majd mosni, nem is most filmbe, csak elmondom, meg fogom mosni, levákumfóliázom és lefagyasztom. És amikor ez előkerül, erre volt már például akár másfél-két év után is, kiveszem, míg le van fagyva, felszeletelem, és úgy fagyosan belerakom a levesbe, és olyan kiolvad olyan, mintha friss lenne a levesbe. Ha nem viccelek, ezt meg kell próbálni, viszont arra vigyázzatok, ha kiveszitek, ne olvadjon ki, mert hogyha kiolvad, akkor teljesen, hogy mondjam, olyan lesz, ami tényleg nem jó. Csak úgy javaslom, hogy levákumfóliázban, amikor kivenőjében a fagyasztóból felszelve, és fagyottan belerakni a levesbe. A második szerzeményem, pedig nem más, mint egy pöfetek gomba. Hallottam azt is, hogy lópuki gomba, vagy mit tudom, vagy paripapuki, igen, paripapuki gomba. Ennek is nevezik. Ez egy nagyon tömör, ennek majd az alját le fogom vágni. Ezt nem fogom lefagyasztani, hanem ma megvan az ebédem, mert tudjátok mit főztem? Tegnap, amiből van egy kis maradék. Bablevest vékonyával, amit a Németh Zoli barátomtól kaptam vékonyát. Tudom, hogy az a vékonya? Nem tudom, hogy mondjam városi embernek, de talán egy falusi azt tudja így, hogy mi az a vékonya. Városi embernek van az a füstölt oldalas. Így lehet látni a boltokban, füstölt oldalas, és annak elvékonyodik, ezt leszokták vágni, az a porcos részét szoktam vele. Na szóval ma eszek egy finom bablevest vékonyával, meg csipetkével. Ezért ma ezt nem tudom, lehet, hogy vacsorára fogom megcsinálni, inkább holnapra. Most meg lesz tisztítva külsejétől, a kis gyökerétől. Ezt majd itt a kertbe eldobom, mert ugye olyan jó, de gyönyörű, nagyon tömör. Ez pár nap múlva már bebarnul. Gyerekkorunkban rászoktunk ugrani, és fent egyet, ez egy feteg gomba, gondolom én. És ezt fel fogom kockázni egy paprikásnak, egy jó finom gomba paprikásnak, de tojással is. Ez felkockázva egy csodálatos tojásos gomba van belőle. Hamar egy gombát azért megmosok néktek, hogy néz ki a kis vargánya. Azt meg kell mosni. De szép gyerekek. És hát ugye az alját azt le kell vágni. Gyönyörű kis vargánya, hogy nagynak tűnjön, de ez nem csak ekkora. Szép kis vargány, ez meg lesz pucolva a fejleszéve, és megy a fagyasztóba, rakjuk. Készülünk előre a következő főzéshez, úgyhogy hétvégén útra kelek, fellépések lesznek, hála Isten, kisebb falunapokra tudunk menni, várlak benneteket, úgyhogy várok mindenkit, hogy jöjjön el a fellépéseimre, nézzétek a főzőműsoraimat, nem tudjuk, lesz karantén, nem lesz karantén, kézcsók, lábcsók, habcsók, bibircsók,